sportszerelmeseinek, hanem mindenkinek, akinek a számára fontos a maga a sport, hát mondhatjuk nyugodtan, a sport történelmi eseményben, és 2014. augusztusában rendezzük meg első alkalommal az Ironman 70.3 Budapest elnevezésű eseményt. Itt Budapesten, és ez lesz a Triathlon világkupa sorozat első közép-kelet-európai hivatalos féltávú versenye. A World Triathlon Corporation és Kroppo Promotion együttműködésében megvalósuló eseménynek a jelentősége talán nem is méltatandó, vagy méltatható ennél jobban, hiszen Budapest az Ironman versenyprozat történetének első közép-kelet-európai városa, és egész Európában egyébként Kopenhága és Berlin követően a harmadik olyan város, ahol Ironman márkanév alatt triatlon versenyt rendezhetnek. Na de mindenről azt gondolom, hogy lényegesen többet tudnak nálam, hogy sajtótájékoztató előadói, akit engedjék meg, hogy sorban bemutassak. Elsőként Kai Walter Urat, a World Triathlon Corporation képviselőjét, aki a Ironman európai, afrikai, illetve közép-kelet, közel-keleti versenynek operatív vezetője. Dr. Simicskó István, az Emberi Erőforrások Minisztériumának sportért és ifjúságért felelős államtitkára. Dr. Bíró Marcell, a Magyar Triathlon Szövetség elnöke. És végül, de nem utolsó sorban, Kroppó Péter, barátom az Ironman 70.3 Budapest rendezési jogát elnyerő Kroppó Promotion Kft. Szakmai ügyvezetője, és hát nem kell mondanom az ő neve. Úgyhogy mindenképpen azt gondolom, hogy jogos, hogy ő nyissa meg ezt a mai sajtótájékoztatót. Elsőként őt hallgatjuk.